Mai vendégem hivatása egészen érdekes, vadállatokkal foglalkozik, kölyköket is nevel. Alapvetően Zanzibáron él, az ünnepekre hazautazott, ezért elcsíptem egy beszélgetésre a magyar Maugliként is emlegetett Flaskay Dánielt. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez itt a Levente Klubja, azonnal kezdtünk. Hello, Dani, üdv a klubban! Köszönöm, szia, üdvözöllek! Egyesen Zanzibárból jöttél. Így van, így van. Ugye, ott 15 óra, így van. 15 óra az út? Így van. Jézusom. Megéri? Meg. Szuper. Meg. Egész évben kint vagy, vagy pedig... Egy évben egyszer tudok hazajönni, ha éppen haza tudok jönni, és egyébként egyfolytában ott vagyok kint Zanzibáron. Zanzibáron milyen idő van? Mindig meleg? Trópusi. Állandó meleg van, 32 fok, esőszezon, iszonyat párás, szóval azért most hazajöttem így a télen, úgyhogy kellett akklimatizálódnom. Ugye azt mondják, hogy te vagy az állatokkal suttogó. Ez így fedi a valóságot? Nézd, én sokkal szerényebben fogom ezt az egészet fel. Szeretem őket, és szerintem ők is viszont szeretnek engem, és jól megértjük egymást. De mi ez a vadállatokhoz való vonzódásod? Ugye általában nagy macskákkal dolgozol, hogyha ezt jól láttam, meg jól tudom rólad, ugye mi ismerjük egymást régről, vagy régebről, és akkor is oroszlánokkal foglalkoztál, főleg meg hasonló nagy macskákkal. Miért vonzanak ők téged? Szerintem mindig, ahogy a gyerekkoromban is mindig vonzott a veszély és az adrenalin, így mivel az állatokhoz mindig egy szoros kötelékem volt, így hozzájuk lettem legközelebb. Egyébként én hüllőkkel kezdtem, tehát még fiatalabban. Hüllőkkel kezdtem a karrieremet, és aztán is szépen, ahogy személyiségfejlődésen keresztül mentem, úgy váltottam át melegvérű állatokra és olyan állatokra, akik mondjuk tudnak szeretni. Tudnak szeretni. Tényleg tudnak szeretni? Aha, abszolút. Aha. Abszolút nagyon. Erre kitérünk, csak előtt dumálgassunk egy picikét arról, hogy az állatokhoz való kapcsolatod, ez azért alakult így, mert nem voltak barátai gyerekkorodban, vagy mi volt ennek az oka? Nem. Egyébként én egy elég központú személyiség voltam, tehát voltak barátaim is, viszont ahogy így nőttem, kezdtem felnőni, én kezdtem el távolodni saját magam miatt az emberektől, nem tudom, elveszett a bizalom az emberek felé. Csalódtál bennük? Inkább igen, ez egy ilyen csalódás volt állandóan, hogy mindig a hazugság jött velem, és tudtam, ez állatokkal ez nem fog megtörténni. Úgyhogy ez talán egy ilyen gyerekkori trauma miatt alakult ki, de végül így alakult is. De az állat az mindig őszinte? Abszolút. Tehát nincs olyan az állat hazudik, vagy becsap? Nem. Tehát ott nem, ha nem kedvel, akkor ő meg fog harapni, ha kedvel, akkor nem fog megharapni, akkor meg fog puszilni. Vagy... De akkor sem, hogyha vadászik, akkor sincs semmi álságosság benne? Nem, ő akkor vadászik, ha éhes. Nyilván vannak olyan állatok, például házi állat, például a menyét, illetve a macska, ő sportból is vadászik, vagy a róka, de ha vadállatról beszélünk, az oroszlán, akkor ő csak akkor fog vadászni, ha éhes. Csak arra gondolok, hogy maga a vadászatnak a mechanizmusa, a metódusa, vagy nem tudom, hogy mi ennek a szakszava, hogy az nem úgy történik, hogy egy picikét be kell csapni az áldozatát. De az áldozatát, de nem az ember felé. Tehát nem nincs az, ugye meg kell szerezni nyilván neki a prédát, tehát le kell vadászni, és ezt olyan módon kell, amilyen módon ő meg tudja, olyan metódus alapján, ő ezt meg tudja, hogy sikeres legyen a vadászat. De én ezt nem feltétlenül úgy írnám le, hogy ez hazugság. Tehát megélhetésért becsapja az áldozatát. És a ravasz, mint a róka? Aha. Hát a róka egyébként abszolút. Ez nagyon igaz, mert a róka, ha bemegy egy csirkaolba, és ott van 20 csirke, minden 20-at megöli. De nem azért, mert éhes. Tehát a róka, házi macska is például, ugye sportból öl. Náluk ez... Oké, tehát hogy akkor te gyerekkorodban már elkezdtél kötődni az állatokhoz, és hogyha jól tudom, akkor 17 éves korodban te már New Yorkban voltál egy állatkertben önkéntesként. Így van. 17 évesen költöztem ki. Kicsit később voltam, amikor a Bronxi állatkertben elkezdtem dolgozni, de igen, olyan 19-20 lettem. Ez hogy volt, hogy te 17 évesen azt mondtad otthon, hogy én most elmegyek? Aha, pontosan. Ugye a szüleim ezt nem nagyon támogatták akkor, illetve nem örültek neki, hát azért nyilván most 17 évesen kimenni, ez borzasztóan egy felelősség volt. Ők érezték a felelősséget ebből, hogy mi lesz velem ott kint, hogy fog boldogulni. De igen, eléggé makacs és önfejű gyerek voltam. Úgyhogy... Hogy volt erre lehetőséged? Tehát, hogy hova mentél? New Yorkba mentem ki egy volt barátnőmhöz egyébként, akkori volt barátnőmhöz. Ő járt ott egy iskolába, Brooklynba, és akkor megkérdeztem tőle, hogy oda mehetnék hozzá, még nem alakul nekem ki úgymond az életem, tudná nekem ebben segíteni. És igen mondott, megszereztem a vízumot egy pár héten belül, és gyakorlatilag ki is mentem egyből. Tehát sokat nem is vártam, egy pár hónap alatt ez az egész, egy-két hónap alatt le is zongorázódott ez az egész a gondolatmenettől a cselekedetig. Tehát egy hónapra rá már kiutaztam. Milyen furó, hogy tényleg nem voltak akkor gyökereid itt a családodon kívül, tehát nem voltak akkor barátok, akik ide tartsanak? Ne, ez se igaz, csak én képes voltam feláldozni mindent azért, hogy a cél érdekébe. Tehát én tudtam, hogy itthon én nem találtam olyan szakirányú végzettséget akkor, amivel tudtam volna állatkertbe dolgozni. Volt, csak nem tudom, én nem találtam. Akkor a cél az volt, hogy te tudjál dolgozni állatkertben? Így van, az állatokat tudjak foglalkozni. És ezt tudtam, hogy Amerikában ugye már eléggé nyitott volt erre, az egyetemek, képzések voltak kint erre, úgyhogy ezért mentem ki. És akkor te jártál kint ilyen típusú képzésre is? Aha. Igen. Tehát igen. Van ilyen külön, mint amilyen nagy macskák tartása? Igen. Nem feltétlenül nagy macskák tartása, hanem zoológiai képzés. Ez aha. Egy biológiai képzés, olyan biológiai képzés, ami az állatok, tehát sokkal szakszerűbb tanulmány a vadállatoknál. Magyarországon szerintem a mai napig nincs olyan szintű tudás, és nem tudják, nincsen iskola, ahol a tipikus tigris vadállatokkal foglalkozó szakirány. Ugye alapvetően az emberiség kettő részre oszlik, van, aki támogatja az állatkerteket, és van, aki egyáltalán nem szeretné, hogyha ezek léteznének. Te melyik oldalon állsz, hogyha állatkertpárti vagy, akkor mivel tudod ezt megindokolni? Na most ez egy nagyon bonyolult kérdés, mivel ez két csoport van, ugye, ahogy te is mondtad. Viszont azt ne felejtsük el, hogy most, ha most arról kéne beszélni, hogy 20 évvel ezelőtt az állatkert, akkor én nagyon ellene vagy lennék. Mert 20 évvel ezelőtt az állatkertek voltak a kínzókamrák szerintem az állatok számára. Viszont már olyan technika van, és olyan szinten sokat fejlődött ez az egész, hogy most már az állatnak jobb dolga van az állatkertekbe, illetve vadállat rezervátumokba, mint vadonba. És ezt is tudom neked nagyon gyorsan magyarázni, hogy miért. Például 20 évvel ezelőtt úgy volt, hogy befogták a vadonba, az Afrikába a tigrist, vagy az oroszlánt, bezárták egy 3 méteres ketrecbe, és mutogatták az embereknek. És kizsákmányolták gyakorlatilag, és az állat pár hónap alatt elpusztult a stressz miatt. Mert ugye bezársz egy vadállatot, aki a szabadba volt, szabadba született. Na most már ilyen nincsen. Tehát most már egy fogságban született állatot, generációról generációra fogságban született állatot tesznek be egy több ezer négyzetméteres kifutóba. Tehát most már nem zárunk be ketrecekbe állatokat. Ugye, tehát van sajnos még, vannak bizonyos országok, ahol még sajnos bezárják, de én most nyilván azokról beszélek, ahol nem. És én azokat támogatom, ahol nem. És nagyon-nagyon sok hely hozzájárul ahhoz, hogy fennmaradhasson egy bizonyos faj. Tehát nagyon sok faj megmentési program van, ami miatt állatok nem pusztulnak ki. Tehát nyilván most már azért mondom, hogy modern állatkertekről beszélünk, akkor abszolút. Mennyire változik meg az állatnak a személyisége, hogyha fogságban születik például? Megváltozik, viszont vadállat marad. Tehát én ezt a saját bőrömön tapasztalom. Ugye én neveltem tigriseket, oroszlánokat, pumát, elég sok állattal volt tapasztalatom, és nem tudod soha egy vadállatot, tehát soha nem tudsz egy vadállatot domestikálni. Tehát ezt felejtsük el, hogy azért, mert én nevelem, az semmit nem jelent. Úgy, hogy megvan benne ez a vad ösztönök, úgy, hogy megvan benne az a vad erő, az a vad személyiség. Tehát soha nem lesz domestikált egy puma. Tehát én ezt most tapasztaltam meg a legeslegdurvábban. Miért? Mivel? Mert ugyanolyan vad. Ugyanolyan vad tud lenni, mint a vadállat. Nyilván engem felismer, és engem nem öl meg, de az én kollégámat már igen. Tehát ugyanolyan vad marad. És nem lesz, tehát nem tud a kezedből megetetni a pumát, mert letépje a kezedet ugyanúgy. Tehát ahogy egy kutyánál mondjuk ezt meg tud csinálni, mert domestikáltabb, és közelebb van az emberekhez. De hogyha nem, ugye erről beszélgettünk a felvétel előtt, ezért hivatkozok most erre, mondtam, hogy akkor ül az állat, hogyha éhes, és mondtad, hogy nem. Tehát, hogy egy vadállat is akkor ül, amikor neképpen kedve van hozzá, vagy hogyha, nem tudom, játszani akar, vagy, vagy mi a, na most, mi ennek a hogyha most állatkerti állatokról beszélünk, akik, tehát nem vadállatokról, akik a vadonban élnek, ők tényleg csak akkor félreértés, tehát ha bármi testbeszédet félreolvasol az állatba, és téged megöl, nem azért öl meg, mert tehát éhes, ott mindig van kaja. Tehát ott nincsenek olyan állatkertek, amik éheztetik az állatot. Tehát természetesen balesetek mindig történnek, mert ahogy mondtam, vadállat. Tehát valamit én bemegyek hozzá, és vállalom azt, hogy megsérülhetek, már pedig vállalom azzal, hogy bemegyek hozzá. Benne van, és ez nem feltétlen éhség, hanem egy játék. Egy játékból kifolyólag. Oroszlán 250-260 kiló. Úgy szeret, hogy megöl. Így van, pontosan. Tehát rádulik egy szibériai tigris. 350 kiló. Csak rádugrik abba, hogy hiányzol neki, és rádugrik, és eltűnik a gerinced. Szóval igen, benne van. Benne van. És ezek az állatok, ha meg akarnak ölni, akkor megölnek egy fél pillanat alatt. Tehát nem úgy akar megölni, rádugrik. Ne, ő vág egy taslit neked, a 300 kilós szibériai tigris, és egy grizzly medvének is leszakad a feje tőle. Nem de, neked. De hogyha te neveled őket, akkor nincs ilyen jelrendszer, amit használtok? De nézd, testbeszéd van a vadállatoknál. Tehát tudnod kell azt, hogy bemész hozzá, akkor neki körülbelül milyen napja van. Ez kialakul nyilván idővel az emberekben, vagy a gondozókban, ki kell, hogy alakuljon, különben tehát nem lenne jó gondozóból az emberből, mert hogyha ez nem látja, hogy az állathoz neki most be lehet-e menni, vagy milyen napja van, tehát hogy az állat nem tud beszélni. Neki a testbeszédéből kell, hogy olvasni tudjunk. És milyen testbeszédjelek vannak a kutyánál? Nyilván akkor, hogyha a farok feláll hátul, aha, nem a másik figyelj, farok, az a hátsó farok feláll, tehát hogy ez például látszik, hogy akkor a kutya befeszül, a kutya támadni fog, igen. Ez ilyen jel, azt tudom igen. Pontosan. Na most ugye a nagy macskáknál hátrahúzza a fülét, a szemét, hogy merre, hogy mozgatja, hogy néz rád, hogy elmegy mögötted, oldalazik feléd, szóval amikor, hogyha belapul, akkor szintén. Így van. De ott is tudni lehet, mert van játékból. Az oroszlánokhoz múlt héten benn voltam, akkor tudod, a macskáknál van ez a tipikus lemegy, és akkor behúzza a fülét, és akkor néz. És akkor csak így lehet látni egyébként, mikor játék, meg mikor nem. És amikor valaki nem tudja megállapítani ekközött a kettő között a különbséget, akkor történik a baleset. Jó, megállapítod, és mit csinálsz ilyenkor? Ott vagyod. Kimész. De hát ott fordítasz? Hát nem fordítanék van macskának. Azért mondom, hogy... Nem, szépen kimész. Hátrafelé tehát akkor nem szó. Ahogy látod, hogy valami nem oké. Nekem velem is volt ilyen. Ez nem szégyen. Ilyenkor le kell adni az emberek az egóból. Tehát, nincs az, hogy te erősebb vagy, mint a vadállat. Tehát nem is vissza magadra semmilyen eszközt, amivel mondjuk meg tudod magad védeni nem. Ilyenkor? Nem. Ezt én nagyon szigorúan megfogadtam, hogyha én belőlem mikor félelem lesz, vagy úgy kell bemenjek, hogy gásprével, vagy akármilyen kiegészítővel, akkor inkább nem megyek be. Mert emlékszem, amikor ott voltunk az állatkertből dolgoztál Magyarországon, aha. Akkor mondogattad, hogy azt hiszem, hogy tigrisek voltak ott talán, igen. Hogy ott igen. Te sem mersz bemenni hozzá. Nem, volt olyan. Igen, ott nem én neveltem a tigrist, a szibériai tigrist, és nem, az nem mentem én sem be. Persze. Hiába van emberhez szokva, és ember nevelte föl, a többi embert azt sokkal inkább veszélyezteti, mint az ő gondozóját. Gondolom, azt is veszélyezteti persze, valójában. Persze, azt is veszélyezteti valójában, de hát idegen. És nekem ebből lett konfliktusom egyébként kint Zanzibáron egy látogatóval, mert ugye azt látják az én Instagramomon, vagy azt látják a videóimon, hogy én bemegyek hozzá, és tudok vele játszani. És ők azt hiszik, hogy ők ugyanezt meg tudják csinálni. De most figyelj, Levente, hogy ha én bemegyek hozzá, van egy kutyád, az nem fog ugyanúgy viselkedni velem, és egy kutyáról beszélek. Nem fog a kutyád úgy viselkedni velem, mint veled. Akkor miért várják el az emberek, hogy egy vadállat úgy viselkedjen velük, mint velem? A kutya például ugye a teritoriumát védi abszolút. Leginkább, és a nagymacska is ezt csinálja? Persze. Persze, neki ugyanúgy van egy teritoriuma, a kifutója, vagy hatalmas kifutó, ő ugyanazt védi, vagy éppen engem véd, vagy épp, tehát ugyanúgy a kutyánál. Ezt nem kell túl bonyolítani egyébként. Tehát a vadállat csak sokkal, hogy mondjam, ezt sokkal fanatikusabban védi, mint mondjuk egy kutya. A kutya ugat, de már lehet nem, bemész, nem harap meg. Jó, van olyan kutya nyilván, ami szétiszed, de van olyan kutya, ami csak ugat kívülről, viszont bemész, meg ha meg tudod, hogy bemenjél, akkor már fél. Na most a vadállat ugye ez sokkal teritoriumosabb. Ő meg is támad. Hogy van ez egyébként a fogságban tartott állatoknál, hogyha szabadon is vannak valamennyire engedve egy kifutóba, hogy tápláljátok az ő vadász ösztönét? Tehát van olyan, hogy mondjuk nem döglött állatot kapnak, hanem mondjuk egy élőt beraktok, amit elkaphat és megölhet? Nem, ez csak olyan állatnál fordul elő, amit visszaengedünk a vadonba. Olyan állatnál ez teljesen szükségtelen, aki például nem tudunk visszaengedni már a vadonba. Hogy azoknál is vannak bizonyos szinten ilyen programjaink, ezt úgy hívják enrichment, tehát mondjuk felkötünk egy nyulat, ami nyilván már döglött nyúl, felköttünk, hogy azért felmásszon érte a fára, vagy ilyenek. De olyan állatnál, ahol hogy nem engedünk el, akkor ott nem, az szükségtelennek gondoljuk, és azért végignézzük azt, hogy marcangol szét egy nyulat, mert amúgy nem szép látvány. És nem feltétlenül akarjuk ezt erőltetni. Viszont olyan állatnál, ahol gepárdokat, akiket visszaengedünk a vadonba, ott viszont szükséges, hogy megnézzük a vadászatot, hogy mennyire fog boldogulni a vadonba. Neveltél már kölyök vadmacskát, nagymacskát, többet is, hogyha jól láttam. Igen. Most 2 puma volt legutoljára. Igen. Őket még neveled, vagy már ki vannak engedve? Igen, sajnos egy maradt, de igen. Elpusztult a másik? Igen. Ez hogy néz ki? Tehát, hogy te hazaviszed konkrétan a macskát, tehát hogy a pumát, és otthon játszol vele, és nem tudom, én viszed a kis bojtot, és játszol? Vagy... Hát kicsit vadabban, de így van. Egyébként ezt úgy kell elképzelni, hogy én a rezervátumon belül nekem van egy házam, és amikor megszületett, az anyukájának elapadt, nem volt tej. Abszolút. Vagyis, hogy bocsánat, 3 napig volt tej, és talán harmadik nap arra eszméltem föl, hogy egyébként a puma kifutó az a házamtól az van legközelebb, tehát ott van 10 méterre tőlem. És csak annyit hallottam éjszaka, hogy sír a kicsi. És ugyebár, hogyha egy vadállat, kis vadállat sír, egy kölyök vadállat sír, az nem sír. Tehát ő tudja, hogy neki benne van a természetében, hogy nem szabad sírni, mert a másik így nem szabad hangot adni, mert különben oda vonza. Gyengébbet megöli az erősebbet. Így van, oda vonza a többi ragadozót, és akkor vége. Szóval ott valami probléma volt, de mondtam, hogy várok reggelig, megnézem reggel, hogyha addig sír, utána megnézem. És reggel is még sírt, úgyhogy bementem hozzá, megnéztem az anyukáját. Ugye egy nagy isteni szerencsé, hogy be tudok menni. Azt megnéztem a kis cicét az anyukájának. Hogyha egy lekölyözött állathoz bemész, miközben ott a kiskölyök, akkor az nem védi. És a pumák pedig kifejezetten, a nősténypumák kifejezetten jó anyukák, tehát nagyon védelmezők. De be tudtam menni, és meg tudtam nézni, egy elég jó kapcsolatot tápoltam az anyjával is, és láttam, hogy nincs teje. Tehát nem kellett nagyon megnyomkodni neki a tőgyét, mert nem volt abszolút teje. És akkor döntöttem, hogy oké, hát kiveszem és felnevelem őket. De ilyenkor sem morgott, meg semmi nem volt? De hát amikor elvettem, az úgy vettem, hogy külön zártam már, mert ott azt nem engedtem, hogy én kivigyem. Becsaltad kajával, és akkor igen, ott szükséges volt egy külön a kifutó. Úgy, hogy a benti kifutóba voltak a kicsik, a kölykök, és én kicsaltam a kintibe, ott adtam neki egy csirkelábat, addig bementem, kizártam, bementem a kicsikért is. Ezt akartam kérdezni, hogy érzik, hogyha segíteni szeretnél rajtuk például? Nem feltétlen érzik. Van, hogy érzik. Aki olyan kapcsolatod van, az még érezheti, de itt nem tud elmagyarázni neki, hogy én most azért veszem el őket, mert hogy te nem tudod felnevelni őket, csak meg el fognak pusztulni, úgyhogy. És mivel táplálod őket? Tehát, hogy nyilván nem pumatejjel. Nem. Van most már hál' Istennek ott Dél-Afrikából rendelünk egy tejpótló tápszert, ilyen nagymacskáknak kifejlesztett tejpótló tápszert. Egy héten kapnak bele kolosztrumot, ugye ez a kolosztrum ez egy ilyen, ez gyakorlatilag első 24 órában megkapják az állatok, bármilyen állat. A kolosztrum az ilyen, az immunrendszert az boostingolja fel, tehát attól ez gyakorlatilag immunrendszere a kis állatnak, és kapnak egy hétig kolosztrumot, és utána pedig utána onnantól kezdve nagymacskáknak tejpótló tápszert, amit Dél-Afrikából rendelünk. Akkor cumisztatod őket. És cumisztatás, 2 óránként. Őrület. Nem tudom, egyszer egyébként fotózkodtam, meg ott játszottam talán oroszlánkölyökkel, igen. És hát ilyen nagyon fájdalmas volt. Abszolút. És nem csak a nyalakodás, amit olvastam a te egyik cikkedben, igen, hanem egyébként már a karmuk is, tudod, ahogy nő a karmuk, és hát nem ilyen kis cica karmuk van, hanem erős karmuk van. Nem, és még nem tudják... pár hónapos koráig még nem tudja, hogy kell kezelni. Tehát mindig kim van, pontosan, nem tudja, mire használni. És mindig karmol, ugye. És ezeknek, ahogy te is elmondtad, nem olyan karmuk van, mint a kis cicáknak, hanem szaggatnak rendesen, így van. Hát. És akkor most már például a puma is megtanulta, tehát rámugrik, akkor nem használja a körmét, hanem lecsúszik szépen a tappancsa. Aha. Tehát van eszük, tehát tudja, hogy velem szemben ne használja, és csak akkor használja, hogyha baj van. Hát vagy hogyha vadászni akar. Így van. Így van. Mondom, ezek a kis, azt hiszem, hogy oroszlánok voltak, ezek nagyon kemények voltak. Igen. Ha játszani akartak, jöttek, tudod, a karmukkal, és nem fogják vissza magukat. Így kapkodtak, és abban a pillanatban végig sértett a lábakat. Abszolút. És nem fogja vissza magát. Harapásig is iszonyat erős már kicsiként. Jaja. Tehát brutális. Nem, közben játszani akartak, láttam. Igen. Tehát igen. Az volt, hogy így kicsit gyömöszöljem őket, de aztán közben véresen megyek ki a kifutóba. Ja. Azt olvastam, hogy ti ott Zanzibára mentettetek egy zebrát is, egy idős zebrát, igen, a vágóhídról. Így van. Az nem Zanzibárra mentettük, azt úgy kell kezdeni, Németországba lett megmentve. Oh. Egy német cirkusz adott a vágóhídnak, hogy hát nem nincs szükségük rá. Ugye a zebra azt kell tudni, egyébként egy brutál, tehát sokan azt gondolják, hogy a zebra mint egy ló, mert úgy néz ki, csak csíkos, de nem. Tehát a mentalitása a zebrának az nagyon-nagyon vad, és sokkal erősebb, mint egy ló. De 5-szer erősebb, mint egy ló, és nagyon veszélyes állat. Azt hittem, hogy jámborabb, mint a ló egyébként. Nem, brutálisan vad. Nagyon vad. És Ezért ugye nem volt, nem le akarták. Tehát egy cirkuszban nagyon ritka az zebra, régen nagyon ritka volt az zebra, pont ezért már nehezen idomítható, és a cirkuszok ezt nem tudták, hogy kezelni. Úgyhogy inkább leadták, és Németországban ez a cirkusz leadta a vágóhídnak, és onnan lett ő megmentve. Akkor szólt a vágóhíd, hogy itt van egy zebra? Hát igen, megtudtuk, és gyakorlatilag így lett, onnan lett megmentve. Akkor hogy hozzátok el, hajóval? Vagy aha, nem, repülővel. Kargóval, aha. De egyébként azt tudni kell, hogy ez a világ legokosabb zebrája, ami nálunk van, Csaka. Tehát iszonyat intelligens. Mi tréningeztük. De ez mit jelent? Hát figyelj, fölveszi neked, ledobod a rózsát, felveszi neked, és oda viszi hozzád. Tényleg? Igen, nagyon, nagyon okos. És ezt úgy mondom, hogy vadállat. Most a zebra nem egy domestikált, ez egy vadállat. Úgyhogy iszonyat intelligens. De gondolom, mivel tanították ott? Nem. És így is idomították rendesen? Így van, azt hittem, hogy akkor jámborabb és jobban lehet vele kezelni, hogyha ival tanítva. Lehetne, de hát most azért nem rátok gondolok, hanem a cirkuszra. Nem, ő kicsi volt, még fél éves volt, mikor leadták a vágóhídnak, tehát még akkor nem is lehetett volna úgy ki. Jó, hogy már korábban leadták? Persze. Kicsi volt. Azt hittem, hogy most már nálunk 10-valahány. Azt hittem, hogy kihasználták az ebrát, és öregkorában leadták a vágóhídra. Nem. Ti foglalkoztok vele, lekötitek. Igen. Csak az egyik legnagyobb, így van, csak az egyik legnagyobb forma. Tehát, a szenzáció a helyen. Igen. Hát mi csinálunk ugye edukációs túrákat. És ő központi szereplője egyébként az edukációs túrájában. Szafari-szerű? Nem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy limitált számba az emberek foglalhatnak hozzánk időpontot, és körbevisszük őket, és be is visszük őket egy-két olyan állathoz, aki ezt be tudjuk nyilvánvalóan, és edukáljuk az embereket, hogy ez környezetvédelmi szempontból, illetve állatvédelmi szempontból. Uh-huh. Hogy mert ott ugye, hát Afrikában nagyon hiányzik az edukáció, de nem csak afrikaiaknak csináljuk, tehát globálisan egész világszintű jönnek hozzánk turisták, és igazából egy edukációs túra, és nagyon imádják, tehát nagyon jó. És milyen állomások vannak benne, gondolom a zebra? A zebra, ő az első, csak gondolom van majom. Nem? Igen, úgy van, van bush baby. Most a bush baby-t azt imádják, az a füles majom, füles makinak hívják. Mi volt ott az állatkertben, dolgoztál, ahol bevittél minket? Melyik? Ilyen kis, az kis a lemúrok volt. Lemúrok gondolsz? Aha, az is bennem a perc. Mondtad, hogy ne zárjuk össze a kezünket, mert kitörik az ujjunkat. Igen, azt mondom, igen, az volt. Az volt. Aha, ugye adtunk nekik ételt, igen. Valami, nem tudom, és ha bezárod, akkor tudják, hogy ott van a kaja. Igen, és hogy kitörik az ujjadat. Ja. Hatalmas erő volt bennük. Brutális. És ilyen kis állatok voltak. És azok kicsik. Aha. Na most akkor gondolj, egy csimpánz. A csimpánz mindig felhozom. Mert azok, hogy a legerősebbek szinte gorilla után. És bolondok is, nem? És nagyon kezelhetetlenek. Te majmot nem akartál magadnak otthonra? Hát figyelj, nekem volt ott a majmom. Ja. Úgyhogy akartam, most megint volt egy kokó nevezetű, viszont aranyos volt. Pont most éreztettem, most próbálom beilleszteni a csapatba. Akkor még van is otthon? Aha, most már nincs, mert amikor hazarepültem, beraktam a csoportba, hogy próbáljon egy kicsit szocializálódni most már, mert nagyon hozzám volt kötődve, és ugye ő viszont vissza lesz engedve a vadonba. Aha. És nekünk van egy nagyon jó majom csapatunk, úgyhogy... Vissza fog járni hozzátok ide. Nem, messzire, teljesen izolált. Olyan helyre küldjük, ahol teljesen el van izolálva emberektől. Uh-huh. Esőerdőben. Különben hazajárnak. Közben hazajár, az biztos. De és akkor ő így, nem tudom, így turkál a hajadban, ilyeneket csinál? Aha, kurkászik, a szemedet így megnézi. A filmekben úgy. Nagyon vicces. Én imádom. Igen, te hozhatnál haza mondjuk egy majmot, tehát van ilyen engedélyed Zanzibárral? Export permit, igen. Most már lejött, sőt, most már nekem ez is a termem egyébként, hogy a pumát a saját helyemen. Egy pumát azért nem hozzá haza. De azt a kislányt nekem hozzá kell hoznom. És kit fogod sétáltatni az utcán? Nem, a saját menhelyemen lenne. Ő lenne saját menhelye? Aha, és akkor ott lenne. Uh-huh. Mert ő az, akit nem tudunk visszaengedni. Tehát pumát, kézzel nevelt vadmacskát nem tudsz visszaengedni a vadonba, úgyhogy... Nagyon örülnék, hogyha... Miért nem tud visszaengedni, mert nem vadászna? Vagy miért? Nem az a lényeg. Azért, mert ha az emberem van szocializálódva. Na most ezt úgy képzeld, hogy ha mondjuk meglátna egy embert, akkor azt hinné, hogy tőle kapja a kajáját. És akkor oda menne szépen kérni a kaját. És nyilvánvalóan ez vadonban nem működik. Ott lelőnék, vagy megenni az embert. Hát várja a kaját, de nincs kaja. Azt hiszik, hogy veszett. Így van. Úgyhogy ilyen nincs. Sajnos. Milyen állataid voltak még? Akivel foglalkoztál? Hú, volt oroszlán. Fehér tigrisek, ugye a bengáli fehér tigrisek, gepárd, kis zsiráf, de te kis zsiráfat is találkoztál. Azzal találkoztam. Igen, a kis zsiráf. Hál' Istennek én nagyon szerencsésnek mondhatom egyébként magam, mert rengeteg állatfajjal és alfajjal sikerült dolgoznom. Így egy jó aligátor kinéznék belőled. Az is volt, de aligátor Amerikában. Aha. Vettem egy aligát, azt még illegálisan vettem. Azt még... És otthon tartottad? Aha. Mi a kádban? Nem, vett egy ilyen hatalmas elkerített szoba, és akkor abból képítettem egy ilyen... Medencét? Igen, pontosan. És a durva az, hogy nem vagy kijöttek... Őrült, nem vagy te És egyszer egyébként kijöttek leellenőrizni, hogy milyen állataim vannak. Tényleg? Aha, és azt a szobát így bezártam, és befalasztam. Akkor, amikor kijöttek. Ja, az jó volt. Mert az illegális? Aha, ott akkor az volt. Akkor New Jersey-ben éltem, és Pennsylvániában van egy nagyon híres egzotikus hüllőbőrze. Uh-huh. Egyébként a világon tehát ilyen nincs, csak ott. Tehát, vagyis van, de nem ilyen híres, meg nem ennyire. Tehát kobrát tudsz venni, gondolj vele. Kemény. És akkor hát mondtam, hogy akarok egy... Akkor még nem voltam ennyire felelősségteljes, és hát akkor én akkor szeretnék egy aligátort most. És elmentem erre a bőrzére, ez egy évben kétszer van, és vettem egy aligátort $100. És akkor még ekkora volt, egy ilyen 30-40 centi volt, és fogtam, de amúgy el sem hittem, hogy ezt én most megveszem, és én kisétálok ezzel az aligátorral. Tehát ezt gondolj bele magyarként. Tehát el sem hiszem, most én tényleg vettem egy aligátort. Mennyibe került? $100. Tényleg? Aha. Brutál volt. És akkor megfogtam, beültem a kocsiba, visszavezettem Pennsylvániából, mert Pennsylvániából ugye legális. Ott tartható, de viszont New Jersey-ben, ahol akkor éltem, ott nem. Uh-huh. És akkor csak át kellett menni az államhatáron. És akkor fogtam, átmentem az államhatáron, és akkor volt egy aligátorom. És mekkorára nőtt meg? Hát 4 méter volt, mikor egy átkertnek. Mekkora volt a szoba? Hú, nagy szoba volt, 10 négyzetméteres szoba volt, tehát ezért úgy el volt. Kotel volt. Aha. És lehet az aligátort idomítani, vagy legalábbis valahogy így kezelhetővé tenni? Aha, azt nagyon. Tényleg? Az aligátort azt nagyon, ő úgy képzeld el, mint a kutyáknál kis kutyák. A krokodil világban. Oké, tehát ez fontos ezt kihangsúlyozni, mert ők egyébként eléggé tudnád az emberre szocializálni, megismeri a hangodat, meg tudod tréningezni, meg tényleg, tehát amennyire lehet, idézőjelben szelíd. Tehát egy nílusi krokodilt viszont már nem. Aha. Úgyhogy azért mondom, hogy a krokodilok között az aligátorok... Tehát mi a különbség az evolúció, meg a nem tudom én, a személyiség? Vagy tehát, hogy hívják Igen. Tehát vannak olyan állatok, ami sokkal, ugye általában magányosan élő állatok, azok, amik mentálisan gyengébbek, tehát hogy sokkal gyorsabban elgurul náluk. Aha. Viszont ezért az oroszlán sokkal nyugodtabb, tehát sokkal jobban be tud fogadni egy embert, mert csoportokba él, és be tudják jobban fogadni, mint mondjuk egy puma. Mert a puma viszont ugye magányos vadász. Ő neki bele van az a génjeibe, az evolúció belekódolta, hogy ő mindig magányosan él. Viszont ezért van az egyébként, hogy sokszor volt rá példa, hogy tigris vagy puma megölte a fajtársát, amelyik össze volt zárva, mert nem tudja elviselni. Valami nem tetszett neki, és megölte. Az oroszlán nem nagyon csinál. Igen. Antiszoc. Igen, kicsit antiszoc van. Igen, tehát körülbelül ugyanez náluk is. Ők antiszoc, fogalmazhatunk egyébként igen így is, hogy ők magányos ragadozók, ők nem szeretik annyira és ők sokkal mentálisabban sokkal gyengébbek, ez látni is. Még az oroszlán, aki ugye a vadonba és csoportba él, ugye ez benne van a génjeiben. Tehát sokkal elfogadóbb az oroszlán velem szembe is, meg pont ezért. Mi a legveszélyesebb állat egyébként a természetben? Szerintem a jaguár, csimpánz. A csimpánz ennyire veszélyes tényleg? Aha. Nekem a csimpánz a legnagyobb félelmem mihez. Én dolgoztam csimpánzzal, és pont ezért aztán tudom, hogy ők nagyon brutálisak és kegyetlenek. Tehát úgy képzeljük el, mint egy 7 éves gyereket, a szinten, tehát agyi szinten 7 éves gyereket, és nincs benne felelősség. Tehát ugye akkor még a gyerekben nincs sok felelősségérzet. És elpusztítanak mindent, kegyetlen módon, ami nem tetszik nekik, és ezt szorozzuk fel 7 ember erejével, mert 7-szer erősebb egy csimpánz. Egy kicsi csimpánz? A kicsi csimpánz nem. Igen, de egy nagyobb most az már így. Így van, az már 7. Jó, de a nagyobb csimpánz sem egy túlságosan nagy állat, nem? Magasságra nem, de egy 70-80 kiló színizom. Az kemény. Színizom, tehát egy brutális helye van. Akkor egy állam, hogy egy jaguárral dolgozhass együtt? Tehát, hogy ezt így tervezed? Jaguár, igen. Jaguár még nagyon rajta van. Az egyetlen nagy macska. A jaguár és a hótigris. Bocsánat, nem hótigris, hópárduc, akivel még nem dolgoztam, és velük szeretnék még. Mi a véleményed, hogyha már így az állatkertet kibeszéltük, a cirkuszról, mint olyanról? Tehát, hogy van olyan cirkusz, amelyik etikusan tart állatokat? Nem. Most a cirkusznál mi volt a probléma? Az, hogy ugye ez a vándorlás, és az állatoknak a helye. Tehát ugyanaz volt, mint a 20, amit említettem az előbb, hogy a 20 éves 20 év ezelőtti állatkertek, hogy egy 2 méteres ketrecben voltak az állatok. Tehát ezt a cirkuszok ugye be kellett rakják az állatokat, ketrecekbe vándorolni, húzni, kizsákmányolni. Tehát nem. Én nagyon a cirkuszellenes voltam, vagyok. Pont ezért. Na most viszont egy dolgot csinálnak, jó, a cirkuszok a tréninget. Na most a tréninget, ott azt arra lehet vitatkozni, hogy jó-e vagy nem jó-e fogságba tartott állatoknál. Van olyan, ami szerintem nagyon szükséges, egy tréning, és itt most nem a cirkuszi tréningről beszélek, hanem egy általánosi tréningről, ami fontos lehet, egy vizsgálat miatt akár, de a többit azt nagyon elítélem. Tehát én nem tudtam soha ezzel, soha nem is voltam cirkuszba. Pont ezért. Akkor nincsen missziód, hogy a cirkuszban mentsék ki állatokat. Hál' Isten, de hogyha van. Itthon létre tudnám hozni ezt a vadátmenhelyet, akkor de. Akkor szeretnék. Most már hál' Istennek, azt már Európában jól tudom, akkor be van tiltva, hogy vadállatok szerepelhessenek cirkuszokba. Úgyhogy ez miatt nem kell. Viszont van rengeteg állat, amit még mindig megmentésre szorul. Tehát cirkuszi állat. Fejtelen országokban az a baj, hogy az állatkertés egy rakás szar. Tehát onnan bőven lehetne menteni. Ugye ez most beszéltünk itt Afrikáról, beszéltünk itt ázsiai országokról, tehát ezek olyan fejletlen országok, és az a baj velük, hogy nem is tisztelik az állatot. Tehát ők aztán tényleg csak azért tartják, hogy jöjjenek látogatók. Tehát, és ez a legrosszabb. Mert azért mi, magyarok, és szerintem európaiak, mi tiszteljük az állatot. És most már azért próbáljuk meg minél jobban megadni. Most már vannak, sőt, van már olyan ember, aki tényleg annyira megpróbálja az állatokat megszemélyesíteni, hogy már annyira szükségtelenül, hogy már ágyba alszik mindenki. Azt hiszi, hogy ez erre van szüksége az állatnak már, hogy ágyba aludjon vele, holott ez teljesen szükségtelen. Még kutyánál is szerintem. De a kutya azért szereti. Így van. A kutya már annyira domestikálva, hogy szereti, így van, főleg, hogyha egy tacskó, vagy olyan kutyáról van szó, ami... Nálam a macska is szereti egyébként, az is el van az ágyba fekve. Oké. Figyelj, hogyha ennyi időt töltesz az állatokkal, az emberekkel hogy jössz ki? Tehát változott az emberi viszonyod, vagy pedig még inkább leromlott, és még távolságtartóbb vagy az emberekkel? Hát amennyire én úgy volt, hogy ahogy így fiatalon voltam, akkor még az emberekhez, ahogy több bizalmam volt, és még tudtam kialakítani emberi kapcsolatokat. Viszont ahogy így úgy érzem, hogy hogy idősödöm, egyre nehezebben megy, és ahogy egyre közelebb vannak hozzám az állatok, úgy egyre jobban lököm el az emberi fajt, ha lehet így fogalmazni. Hogy így egyre nehezebben tűröm meg magam mellett az embereket. Nekem nyilván van még reményem, és aki olyan fanatikusan és úgy szereti az állatokat, ahogy én, azt ugyanúgy, tehát azt szeretném magam mellett tudni, és azt szeretnék együtt dolgozni, meg stb. De kevés remény van, mert már csak tényleg szaporodunk, mint emberek, és mindig az ember az embernek akar valamiért segíteni. Mi az, amit az állatoktól megtanultál, és szerinted az embereknek is meg kéne tanulni? Ezt az előbb mondtad, hogy az őszinteség az egy ilyen dolog, tehát az alakoskodás elengedése. Van még ilyen tulajdonság, amit átültetnél az állatokról az emberekre? Ez a straight up mindset. Ez az, hogy ami a szívén, a száján mindenkinek szerintem. És ha így élsz, ez az a baj egyébként, mert ha meg ilyen vagy, akkor az a baj az embernek, akkor azért utálnak. Ha van rajta csapka, az a baj, ha nincs rajta. Így van. Baj. Szóval mi emberek egy olyan faj vagyunk, ahogy minden baj. Tehát az se jó, hogyha olyan vagy, hogy tényleg, megmondom a szemedbe, hogy te ilyen vagy, mint az állat, hogy nem kedvelek, kész. Ha ezt te felmered vállalni, hogy én ezt szemét nem kedvelem, és nem vagyok hajlandó vele egy asztalhoz ülni, akkor te ezért valamiért szar vagy. Tehát valami mindig szar lesz. Úgyhogy nehéz, nem tudom, hogy én nem tisztem eldöntve, hogy mit kéne változnunk embereknek. Nem, nyitottan meg kéne lenni arra tényleg, hogy befogadjuk azt, hogy mindenki különböző, mindenki más. Hány országban dolgoztál? Ugye New York, Amerika? New York, Amerikán belül dolgoztam New Yorkba, Floridába, utána dolgoztam, hazaköltöztem ugye ahol találkoztunk, Debrecenbe, ott dolgoztam 2 évig, utána Debrecen után Görögországba, Athénba dolgoztam 3 évig, és most Athén után 2 éve majdnem Zanzibáron. Milyen jó meló, az egész világot körbejárod. Abszolút, imádom. A Floridában delfinekkel is dolgoztál? Nem. Nem. Vannak a nagy delfin parkok, nem? Most már ott az sincs, de igen. Nincs? Nem, bedították azt is. Azért eléggé... Igen. Szélsőségesé vált Amerika ebben. Igen. Hol volt a legrosszabb a helyzet, hogyha mondjuk az országokat nézed? Húha, erre nagyon néz válaszolni. Hogy állattartási szempontból, mire gondol? Hát most muszáj vagyok azt mondani, hogy Magyarország valamilyen szinten. Mi azért még nem vagyunk. Vannak Magyarországon, most hazudni fogok, mert vannak Magyarországon és most meg szeretném említeni a Nyíregyházi állatkertet, brutális szintű fajmegmentési programban szerepelnek, és nagyon-nagyon kemény dolgoznak. Most már a Pest is rengeteget segít, és vannak különböző állatkertek, amik jók, de magánállatkertek sajnos, ahol Magyarországon van, az nem, nekem az nem olyan állattartási szempontból nem első. Tehát ott nem feltétlenül azt nézik, hogy minél jobb helyen legyen az állatnak, minden pénzt visszaforgatni az állatokértbe, minden pénzt visszaforgatni abba, hogy az állatnak jobb dolga legyen. Úgyhogy szerintem nekünk még van hova fejlődnünk, de jót haladunk. Tehát a Nyíregyházi állatkert ez egy csoda például szerintem. Említetted ezt a fajmegtartási programot, vagy fajfenntartási... Fajmegmentési programot. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan állatok ezekben az állatkertekben, amik egyébként a természetben kialófélben vannak, és zárt körülmények között viszont fenntarthatóak? Pontosan. És most csak egyet fogok mondani, orrszarvú. Mm. Tehát a mi gyerekeink már biztos, hogy nem fognak találkozni is a orrszarvúval, még ha megtehetnénk, hogy kimegyünk a vadonba, akkor se. De már lassan semmi orrszarvúval. Tehát, hogy csak az állatkerteknek a faj megőrzési program, faj megmentési programok miatt láthatnak majd ilyen állatokat. Mm. És ezek tudnak segíteni a visszatelepítésbe is, meg tehát kevesebb él. Gondoljunk abba bele, hogy például most már kevesebb tigris él a vadonban, mint befogva, de bezárva. Mm. Tehát állatkertekben is különböző menhelyeken. Ennek mi az oka? Az, hogy mindent kiölünk mindent, a természetet megmérgezzük, lelövünk mindent, és egyszerűen nem tudnak. A gepárdoknál már olyan komoly beltenyészet van, hogy nem érik meg az 5 éves kort, mert olyan beltenyészet alakult ki, hogy olyan kevés van ugye a gepárdból, olyan beltenyészet van, hogy már az immunrendszerük olyan gyenge, hogy egy megfázástól elpusztul a gepárd. Ez komoly. Mert már nincs. Tehát nincs. És már ugye az állatkertek keresnek minden jobb, erősebb génű gepárdot, hogy azzal párosítsák. És van egy ilyen Európai Állatkertek Szövetsége, és ezek segítenek ebbe, hogy megtalálják a legjobb vérvonalat, és akkor összepárosítják. De most már csak így. Ezek a dolgok. Már kint vadon is már mi a vadon? Tehát én nagyon sokat szoktam beszélni, hogy mi a vadon. Tehát az érintetlen, ha vadon, akkor az nem érinthetlenek kéne legyen. Tehát az állat nem kéne, hogy találkozzon az emberrel. Tehát ilyen már hol van, Levente, a földön? Elmész a legkomolyabb mi a neve ennek? Szafarikra, Gorongoro, Szerengeti, most csak 2 említsek, és üldözik az állatokat dzsippel. Azok nem menekülnek el onnan. Így van. Tehát ez a vadon. Ez is jobb ez. Akkor a gorillatúra. Oké, nagyon szép és jó, de hogy az embert beviszik a dzsungelbe, és oké, hogy tényleg ezzel valamilyen szinten viszont támogatják, hogyha elmész ilyen túrára, akkor támogatják a fajmegőrzést, tehát vigyázzanak a gorillákra. De most vadon az már. Erről lehetne vitatkozni. Az ország is a vadászat miatt pusztult ki, vagy pedig azért, mert lassan szaporodnak, és közben így... Is, de ez egy nagyon... az országú szerintem a leghaszontalabb módon ölik meg. Tehát, hogy a legrosszabb dolgot, amit tehetnek az emberek a földön, az, hogy az országút amiért legyilkolják. Tehát az országút az azért gyilkolják le, amiért téged vagy engem is megölhetnének. A körmödér. Mm. Tehát ezért, amiből ugye nekik a tuskjuk van, az orrszarvúnak az agyara van, szarva, őt azért ölik meg, ugye? Mert hisznek abba, hogy ez egy gyógyszer. Potencia növelő. Csak ebbe és ezért megölnek egy ilyen állatot. És annyira hasznos, mint az ujjunkon a köröm. Ugyanabból áll össze. Kemény. Tehát nagyon rossz. Úgyhogy az ország abszolút az miatt van ki alá szélén, az emberek miatt. Van még ilyen állat egyébként, ami a kialás szélén van, de még egy állatkertben, vagy több állatkertben él, mondjuk a panda az ilyen. Persze, nem? A panda is. Rengeteg van, madarak. Van olyan madárfaj, van egy keselyűfaj, amit már kihalt, viszont Amerikába, a San Diego-i állatkertbe sikerült fogságba szaporítani őket, és visszatelepíteni őket a vadonba. Mm. Van ilyen is. Úgyhogy most már, én ezért mondtam, hogy most már... az állatkertek és az állatmenhelyek lesznek azok, akik majd tudnak segíteni, hogy vissza tudják telepíteni, és tehát megőrizzék azt a fajt, ami már kihalt. Tehát az nem csak egy ilyen állatkirakat tulajdonképpen, hanem van olyan hasznos munka benne, ami a természetet visszatámogatja tulajdonképpen. Abszolút. Hát van olyan része állatkerteknek, ahol a látogató be sem mehet, és ez azért van, mert ott vannak azok az állatok, akik nem akarják azt, hogy sok embert lásson, hogy minél el legyen, izoláltabban legyen az embertől, és szaporodjon, és a többi, hogy később vissza tudják telepíteni esetleg. Van ilyen. A Athéni állatkertben is volt ilyen nálunk, volt ilyen leopárd. Tényleg? Aha. Építettünk egy olyan kifutót, ahol nem volt semmi, az állatkerten belül volt, csak falak voltak, de nem volt rajta semmi, hogy benézhessenek az emberek, és ott voltak bent a két leopárdunk, és azok a két leopárdot vissza is telepítettük egyébként Afrikába. A gepárdon kívül van olyan nagy macskafaja, még ki a lesz szélén van? Na, szinte mindegyik. Tényleg? Persze. Szinte mindegyik. Nem találsz olyan nagy macskát, ami lenne veszélyeztetett. Nincs olyan. Most már lassan olyan állatot se találsz, tényleg. De például ez azért, mert őket is ölik, vagy pedig azért, mert ölik a táplálékukat, és nincs. A táplálékukat olyan... is, így van, őket is. Még mai napig van ugye vadász szezon, tehát Dél-Afrikában ezek még mai napig működnek. Mai napig működnek sajnos. És milyen furé pont Zanzibárban van egy ilyen védőhely. Így van. De mi ugye az Zanzibár az nagyon elvonatkoztató, nagyon messze vagyunk, hál' Istennek, ott nincs orvadászat nálunk, meg ilyen ott. Mi nagyon biztonságos övezetben vagyunk, nagyon messze vagyunk ettől az egésztől. Úgyhogy hál' Istennek ilyettől nem kell félni. De egyébként Dél-Afrikában vannak olyan mentőközpontok, akikhez bementek az orvadászok, és leölték az állatokat a parkon belül. Mi? De igen. Úgy hívják, hogy 3 lépés méreg. Azt így most angolról fordítom át magyarra, hogy... Egy csoportnevem? Vagy? Nem, ez egy drog. Aha. Az volt a lényeg, hogy bementek ebbe a menhelyre, az orvadászok, beadták ezt a mérget az állatnak, és azért hívják 3 lépésnek, 3-step, mert 3 lépést az oroszlán, utána összeesik. És utána beugrolnak, de az a durva ebbe az egészbe, hogy bemennek hozzájuk, és ilyenkor csak paralizáltat, teljesen még magánál van az oroszlán, csak nem tud mozogni. Aha, lebénítja. Tehát magánál van. És úgy levágják a fejét, levágják a mancsukat, meg ilyen. És van ilyen... Trófeának, aha. Azt használják, azt is ilyen nem normális módon orvosi hülyeségre használják. Ja, úgyhogy kegyetlen. Mi emberfaj, tehát ezért nem nehéz nekem az emberekkel kijönni. Nyilván nem minden ember ilyen, meg tudom, hogy nem ilyen, de akkor is. Kemény. Nehéz. Igen. Akkor a terved az, hogy akkor itthon Magyarországon felépítesz egy saját menhely? Igen, vadátmenhely. Gyakorlatilag vadátmenhely lenne, aha. Így van. Így van. És akkor ez ugyanúgy funkcionálna, mint például most, hogy az egész világon befogadnánk állatokat, sőt, én szeretnék egy Kevin Richardson nevű úriemberrel csinálni egy oroszlán fajmegmentő programot. Ő kicsoda? Ő egy nagyon híres dél-afrikai úriember, aki oroszlánokat ment meg, és telepít vissza az ő saját rezervátumába. És vele szeretnék egy ilyen collaboration csinálni majd később, és akár egy oroszlánmentő programot csinálni Magyarországon. Hogy összeszedni az oroszlánokat, a mentett oroszlánokat az én helyemre, és onnan később egy kis rehabilitáció után elvinni őket Dél-Afrikába, és onnan akár tovább vadonba. És akkor csak nagy macskákkal? Nem, így. Akarsz vízilovat? Aha, az akár víziló is jöhet, persze. Amire szükség. Aligátor Tamás. Még arra is gondoltam, egy ilyen a vadátmenhely mögött csinálok egy ilyen kutyamenhelyet közben. Mert a szegény kutyák abban is annyi mentett kutya lehetne, szóval... Az is tele vannak igen. A menhelyek a kutyákkal. Tele. Ez mennyi pénz kell egyébként? Vagy ezt kiszámoltad? Hát ki? Ez egy költséges dolog. Pár százmillió, az, hogy ez a hely működőképes legyen, meg olyan legyen, ami én akarom, mert most nem szeretnék egy olyan helyet kinyitni, amilyen van. Tehát, hogy szeretném, hogy itt legjobb általási szempontból legjobb lenni, és én nem szeretném magam túlvállalni, hogy olyan legyen, hogy kis kifutók, és te rakom állatokkal. Tehát én szeretném, hogy olyan legyen, amilyen én elképzelem, és az állatnak a legjobb körülményeket tudom biztosítani. Ez gazdaságilag tud rentábilisan legalább? Vagy pedig... Persze. Aha. Persze, ugyanazt a metódust követném gyakorlatilag, mint Zanzibáron, amit csinálunk. Tehát nem lenne nyitva a publikus, tehát nem lenne publikus ez a hely olyan szinten, hogy mindenki bárki bejöhetne az utcáról. Tehát ez nem egy profit alapú dolog, nem egy profit, minél több ember jöjjön be. Hanem ugyanúgy lehetne foglalni hozzánk időpontot túrákra, és mondjuk naponta lenne 1-2 túránk, 4 órás túráink, és akkor mi végigvinnék az embereket, amilyen állathoz tudnánk, bevinnénk őket. Mert szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy az ember fizikailag megtapasztalja az állatot. Mert lehet, hogy nem fog érdekelni, hogyha így elmész mellette, nem fog annyira megfogni, mint hogyha én odaülök veled, közelebb mész az állat, és elmagyarázom meg az állatnak a múltját, és hogy hol él, és hogy mi él. És lehet, hogy így jobban meg tudom adni az embernek azt, hogy miért fontos ez az egész. És ha az állat éhes, akkor ehet is. Oké, be kéne menni a cápák között be ezzel az ötlettel. Ja, lehet. Be kéne kopogtatni. De mivel ez nem egy profitorientált lenne, őket lehet nem érdekelni. Tehát, lehet, igen. De ha rentábilis legalább, akkor lehet, igen, hogy valamelyik belevágna. Jól hangzik, és ez lehet, hogy van egy vadállat. Lehet, hogy meg. És én álmom úgy is teljesíteni fogom, tehát vagy így, vagy úgy. Előbb-utóbb összegyűlik rá a pénz. Oké, tehát akkor ma Zanzibáron élsz, a terv az, hogy hosszú távon akkor hazatelepülsz, és itthon csinálsz egy ilyen álommenhelyet tulajdonképpen, mindenféle állattal befogadva. Jó, és hát akkor az emberi kapcsolataid pedig továbbra is sínylődnek, és mennek a kukába valójában. De jó, mert legalább nincsen kötődésed sehova, nem? Igen. Tehát, hogy bárhol jönnek a világot tudsz menni. De az állatokhoz van kötődésem, és ja. Őket meg nem tudod magaddal vinni sajnos. Igen. Vagy hát csak nehézkesen. Dani, köszönöm, hogy itt voltál. Sok sikert kívánok a tervét megvalósításához, és hogyha majd lesznek még erősztoriaid és ilyen történeteid, akkor azokat oszd meg velünk, mert szerintem az embereket érdekelni fogja, hogy milyenek a vadállatok. Köszönöm, én köszönöm, itt láttam. Örülök. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi videókat, szólj hozzájuk, lájkold őket, és ha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is. Már régóta van TikTokom.